teljesen összetörte az autó elejét az elgázolt vad, ennek a másik kocsinak a sofőrje sem járt jobban. A rendőrség munkatársai készítették ezeket a fotókat alig néhány óra alatt. A télies időjárással és a korai sötétedéssel együtt jár, hogy már a délutáni órákban is számítani kell a vadállatok megjelenésére az utakon. Erre figyelmeztet a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. A sofőr semmit nem érzékel, se hangja nincsen belül semmi. A rendőrség egyik autójára felszerelt vadriasztó sípot mutatja a hatóság szóvivője. Egy ilyen eszközt néhány száz forintért lehet beszerezni, és a felrakása is csak percekig tart. A rendőrautókra most ilyen sípokat szereltek. Ugyanezt javasolja a szakértő a magánszemélyek által használt járművek esetében is. Emellett pedig arra is érdemes figyelni, hogy vannak különösen veszélyes a vadak által sűrű látogatott útszakaszok. Vannak útszakaszok Tolna megye útjain, amelyek különösen veszélyeztetettek, így például a 6-os számú főút, Sötét Völgy és Kakast közötti útszakasza. Szeretnénk felhívni az állampolgárok figyelmét arra, hogy ezeken a veszélyeztetett útszakaszokon még fokozottabban figyeljenek. Tábla figyelmeztet a vadveszélyre ezen az útszakaszon. Ott, ahol ilyen jelölés van, szinte biztos, hogy ki kell fizetni az autósnak az elütött állatárát a vadásztársaságnak. A rendőrség ezért azt tanácsolja, az ilyen szakaszoknál vezessen mindenki sokkal körültekintőbben, és ne használjon reflektort, mert az úttesten álló vadat az elvakítja, ezért nem ugrik el az autó elől. Ha pedig az autós meglátja az úton álló állatot, érdemes rádudálni fékezés közben.